Beismerte kihallgatásán barátnője megölését T. Robert, a 35 éves férfi múlt hét csütörtök végzett a 27 éves nővel egy angyalföldi lakásban. A férfit kedden több napos hajtóvadászat után fogták el a rendőrök Obudán a római parton. Öt napos hajtóvadászat után fogták el a 13. kerületi emberölés gyanúja miatt körözött T. Robertet, akit a rendőrség által közített körözési fotó alapján ismert fel egy állampolgár kedden, Óbudán a római parton. A bejelentést követően percek alatt rendőrök szállták meg a partszakaszt. A BRFK nyomozói szisztematikusan kutatták át az érintett területet, végül a védgátnál találták meg a férfit. Elfogása után a 35 éves gyanúsítottat a rendőrök a földre teperték, megmotozták, majd bilincsbe előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a kiallgatásán elmondta, hogy a bűncselekményt követően akvinkum érintésével az északi vasúti összekötő hidra ment fel, öngyilkos akart lenni, többször is gondolt az öngyilkosságra, azonban ezt nem tette meg. Azt is elmondta kihallgatásán, hogy a bűncselekmény óta eltelt napokban egy az elfogásához közeli romos épületben bujkált. Kihallgatásán egyébként a bűncselekmény elkövetését beismerte, és teljes körű, feltáró, beismerő vallomást tett. A BRFK szóvivője a gyilkossággal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón egy megdöbbentő részletet is elárult az elkövetőről. A férfi kihallgatásán azt is elmondta, hogy amikor a bűncselekményt elkövette, és elment, elmenekült a lakásból, akkor az utcára kilépve azt észlelte, hogy esik az eső, ezért abba a lakásba, ahol az áldozat még ott volt, visszament, magához vett egy esernyőt, és úgy hagyta el a lakást. A 13. kerületben egy Véső utcai társasház egyik lakásában történt a tragédia múlt hét csütörtök éjjelén. Itt találták holtan a 27 éves M. Petrát. A lakásba belépve a rendőröknek egyértelművé vált, hogy a fiatal lány bűncselekmény áldozata lett. A lakásban tartott szemle után azonosították a nyomozók a 35 éves elkövetőt, ezután indult hajtóvadászat ellene. A férfi sajtóinformációk szerint pár hónapja volt párkapcsolatban a lányjal, akire betegesen féltékeny volt. Feltételezések szerint ez állhat a brutális gyilkosság hátterében. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását.